Sziasztok, srácok, én Starkölyök, és a nokkal ismételten árkozni fogunk. Sziasztok! És a mai részben egy eléggé új, 29-én jött ki, nem? 29, azt hiszem az 29, mert 31 a Főnix az ma van. Na mindegy, a lényeg, ti már úgyis tudjátok, srácok, a címből. Ottert, azaz vidrát fogunk szelídíteni, ami eszméletlen cuki, viszont hát mondhatni kicsit speciális és kicsit egyedi a tímelése, amihez egy másik állatot is be kell majd tímelnünk, egy madarat, aminek nem tudom kiejteni a nevét, ilyen Ichitorol, Aus, vagy valami ilyesmi. Mindenben meglátjátok. Úgyhogy ezt a kettőt fogunk ma tímelni, mert ő az, aki majd megfogja nekünk a halat a vidrához. Itt a fő érdekesség a vidra lesz. Úgyhogy menjünk és fogjunk vidrát. Várjál, megkeresem a K betűt. Így, oké. Okay. Jézusom, szana szét vannak az állataink. És nem lóval megyünk, illetve pocikával, hanem gyalog. Nem, madárral megyünk nyilvánvalóan. Fényképezőgép nálam van? Nálam. Halhús az kelleni fog viszont, várjál, mert azt a csak izével lehet tímelni. Halhús viszont, prime halhúsként, akkor viszont kell a izé. Ez a cucc. Azt viszont még szedek itt, jó? Ja? Pillanat, az jutott eszembe, mert beszéltük is, de gyorsan párat levágok. Mert a madárhoz, amit tímelni fogunk, csak halhúst azac kéne nekem, ugye? Hát a pirányák azok jönnek. Lazac, annál kevésbé van itt. Az a lényeg, hogy ez a madárhoz, igazság szerint, mert sokszor találkoztunk vele. Jézusom, egyszer már el is kezdtük tímelni, aztán hagytuk a fenébe. Ez egy ilyen undorító lopkodós madárka, igazság szerint semmi extra. Itt egy izé, csak ott a piránya. Aha. Telibe lőttem a piranyát, vágod, azt nem halt meg. 145-ös piranya! Jézusom! Lőni kéne egy izét. Az meg is van. És elméletileg így ez adni fog nekem. Adott is 5-öt. Hát ez nem valami sok. Ott még van jobbra a vízben, gyere. Várj, a víz alatt íjjal tudok lőni, vagy csak íj puskával, mi? Azt tudom. Íjjal lehetne. Ja, szerintem nem. Kezdtem örülni, hogy lőttél valamit, de... Rájöttem, hogy nem. Jó. Jó, van itt még. Izé... itt egy mikroraptor, hallod? Le tudnád szedni rólam? Nem megyek így ki a vízből, hogy ez itt van. Hol van? Mikroraptor. Ott úszik. Ja, Trodon. Vagy Trodon, bocsánat. Hát... Mikroraptor? Ez Trodon, ez még undorítóbb. Túszott még egy valahol. Várja, itt van. Ez a modern kor horgászata, amikor... Igen. Íjjal meg puskákkal horgászunk, gyerekek. Jó, ez is kettőt adott. Hát nem ad túl sokat. Jó lenne egy jó nagyot megfogni. 14 prime húsi van nálam. Legalább kettőt jó lenne timelni, hogy anoknak is legyen egy ilyen madara, meg nekem is, és nyilván nem egyes szintűt. Úgyis ez a madár képes halakat vadászi nekünk tulajdonképpen, és ad rá valami boostot, ha jól tudom. Mindegy, az a lényeg, hogy a vidrához ez eléggé erősen ajánlott cucc. Csak az a szalamon adott kell nekem. Nem találtuk el. Na, oda megyek izé dárdával, megdöfködöm, aztán hello van. Az, oké. Okay. Ez is adott egy négyet. Még van kettő, ezt a kettőt még megölöm, és akkor mehetünk is, szerintem ennyi elég lesz. Jó, az egyiket szét is ütöttem. Ú, de ügyes vagyok. Kicsit vérzem. 1,2-es legalább. Ide jött egy másik. Ezzel kell szétütni, és akkor egyből azt ad, amit akarok. Jó, jó, mert ezek csoportosan megtámadnak. Mondjuk ez nem biztos, hogy... Hát valami csonttörésem van, ilyen még nem volt. Hűhánok! Úgy érzem, gond van. Köszönöm a sok prime-ot. Honnan jönnek ezek ennyien? Ezek most ilyenkor spannolnak le? Te látod, mennyi jött rám? Aha. Elfogyott a staminám, Enok! Enok! Baszus, honnan jött ennyi? Hát nem is volt ennyi hal a környék. Nézd meg, itt is jön. Ez honnan lett ide hirtelen? Tudom. Már innen. Hát ez vicc volt. Ezt most ők se gondolják, senki se gondolja komolyan. Hát ez vicc. Nem baj, legalább lesz prime halhúsunk. Most már jó sok. Ja, annyiból jó. Na jó. Na mindegy, menjünk ennyi elég. Ennyi már biztos elég lesz.
De hogy honnan lettek ezek ide? Azt tudom, hogyha a Szalamon elméletileg, hogyha egyet bántasz, akkor elméletileg jön a többi is ugye rád, így agrózik. De hogy ennyire oda spavnolgattak. Na gyere! Gyere, megyünk fő. Várlak a liftnél. Ja, megyek. Nem csak lifttel lehet felmenni, gyerekek, a lépcső túl egyszerű lenne, ez az igazság. Meg a végén megfájdul a lábunk. Így. Igen. Na menjünk öccával, gyere. De már be van készítve, szállj fel. Ja. Rélsz a madárral is, hogyha gondolod. Azért viszünk öccát, mert ha sok állat lesz nálunk, akkor egyszerűbb ez. Ez az lassú, megyek a vadár. Akkor ne gyere azzal. Figyelj, itt kimegyek a partra egyenesen, jó, és keresek ilyen madár. Te hoztál altatót? Ja, itt van nálam. Jó, oké, mert én azt nem hoztam. Majd adjál már párat. Nem hiszem, hogy sok ember ebből a puskából tudott, hogy gyorsan alszanak az állatok, csak nem hoztam magammal altatót, mert azt neked mondtam, hogy hozzá. És elfelejtettem még elkérni. Közben itt mindjárt kijöjjük a partra. Ilyen madarat, amit fognunk kell hozzá, azt itt a parton lehet majd megtalálni. Határozott nem most így egy... szerintem ez itt az jobbra. Ja, látom. Illetve ott repül egy szembe. Ez egy... ott egy 50-es szembe. Várj, ott van még egy mellette, az milyen? Ah, nem bírom megnézni. 5-ös, az nem jó, az gagyi. Mert az 5-öset lelövöm. Nem bírom ellőni, basszus. Ott van, itt van balra 3, vagy 2 is, az ott egy 5-ös, az nem kell. Nem bírom. Olyan pici. Nem, egyszerűen nem megy. De mindegy, lényegtelen. Itt ami a... Ja, az egy dodó, ami itt van a vizen. Hallod, az hol? Minál? Ja, ott van alatta a sziget, jó. Várj, az ott balra az 5-ös. Akkor lehet, hogy az jó is, hogy nem lőttem el, az az 50-es. Jó, na, adsz altatót, léci. Adsz. Az nekem nincsen. Köszike. 75? Annyi nem fog kelleni, de azért jó lesz. Na, altassuk ki azokat ott fent. Teknős van itt. Ezek amúgy agresszívak, tudom, hogy ezek a madarak, szóval... Jó lenne, hogyha megtalálnának. Hogy valahogy magunkra kéne őket agróztatni. Basszus, jött még egy! Azt hittem a dodót támadja! Az hanyas. Nem annyira van már. Ez is... Ja, ez a 20-asod. Jó, figyelj, megtámadott! Ellopta a Prime husimat, amit szedtem neki. Elvitte az összeset. Hallod? Na mindegy, majd fog... Ne! Jaj, az 5-öset lőtted le, jó. Így van. Itt van még az a micsoda? A delfin még. Az nem baj, hát a delfinem az... Jó ide nem használtam, mondjuk. Kis delfin. Az egyik... Hát ez belehalt abba, hogy meglőttem. Igen. Aha. Meglőttem, aztán meg is döglött. Ez lopta el legalább a húsomat? Nem. Na, még jó, hogy fogtunk. Ki kéne menni a partra. Azaz. Épp. Gyere csak, madárka, gyere csak. Vele ezeket le kéne bolázni, azt lehet, nem? Le lehet. Ami szeretgeti a köcát. Mr. Rozsdás rákoló? Jöltettem. Köszönjük, Enok. Mert hozok bolát, hát ez így nem mehet. Hol van az a madár? De most basszus, bement a víz közepére, hát gyere már ki! De most kajak így fog menni? Hogy elmegyünk, azt nézzünk körbe, hogy látunk-e máshol, vagy nem tudom, mi legyen. Ah, nézhetünk. Hátha van. Hátha van nagyobb szintű, menjünk inkább. Csak vigyázni kell vele, mert megdőlik. Mert ez felém jön. Leboláztam! Nem találtam el. Kiadtattad? Az szép! Nem. Várjál. Leboláztad akkor már. Akkor leboláztam. Ja. Na, figyelj. Meglövöm a... az úszonyát. Jó, oké. Okay. Hát ez nem jött össze. Erős a puskánk, az a baj. Kéne egy gyengébb. Ja. Jó, akkor hazugrasz, hogy két puskáért, addig én keresek normálisan. Aha. Hopp, az leesett, láttad? A srácok közben Enok hozott nekem egy másik puskát, hazaugrott. Már a, hát mondjuk vadász nem tudom mennyivel gyorsabb. Ez az? Egy sima puskáért, ami azért kell nekünk, mert
a mi jó kis frankó puskánk túl sokat sebez és megdöglik benne a madár. Közben visszajöttünk amúgy ide, azt néztem, itt repkedett egy valahol. Ott van a... Az egy 50-es, ami ott benn van, de az annyira benn van, hogy most jön kifelé. Betrájolom. Jaj, itt nem tudok felugrani semmire. Gyere Dodó, hello Dodó! Jaj, hogy te ezen állsz itt. Megpróbálom meglőni, várjál. Nem sikerült? A Dodó az csak úgy van, a levegőbe. Ezt látom. De nézd meg, és elrepül a francba. Na jó, hagyjuk, menjünk. Keressünk másikat. Úgyis a parton is szoktak kint ücsörögni, meg nem tudom. Elúszkál az ott. Menjünk tovább. Még elméletileg errefelé gyakoribb, csak ugye itt kisebb... Jézusom, mennyi pelagornisz van, de te, atya úristen. Jövök és tele van minden pelagornisz. Ez a Pelagornis Island. Itt van egy. Legyen valami normális szintje különben. A Pelagornis azt látom, azt a dögöt nem. Jaj, a Pelagornis néztem megint. Vagy ez egy az nem Pelagornis, ez az. 95-ös, 95-ös. Ezt ki kéne szedni. Na, az már jó féle. Ez már jó lenne, ja. Halihó! Gyere már kintebb. Ez nem sikerült. Ezt te is láthattad. Csinálni kéne még bolát. Azt hiszem kő kell nekem még hozzá. Csak még kettőt. Az lenne, hogyha kijönne és lesz, te leszálltál végül? Nem, még itt eljöttem tovább, hátam van valami, de nem okay, látok ezt sem. Megpróbálom kivadászni innen. Gyere kintebb. Gyere ide, babám. Hallod? Ah, ez a... Most elrepül, most itt hagy. De mit csináljak vele? Ha meglövöm, meghal. Ott egy megalodon is. Gyere ide! Várjál. Oh. Mi az? A halak. Itt vannak a halak. Ah. Megtámadott téged! Gyere, hozd ki! Csak ennyi? Gyere. Meg kell érte úszni. Jön ez kifelé. Hát, jött volna. Vajon ez a döglött halakra is megy? Nem tudom. Basszus. Ott repül a bola! Halló? Ez elég érdekes, nem tudom, neked nem megy folyamatosan támadóba, és így nem fog semmi. Madárka! Gyere már ki, basszus, kit érdekelnek a hülye halaid? Öljük meg a halakat, mert itten az akart. Ja, igen. Ó, itt repült felettünk. Hol? Itt repült az előbb. De most hol van? Most visszament a vízbe. Hát ez fantasztikus. Oh. Mit csinálsz? Itt egy trilobita, ha érdekel. Szépség, egy kis trilobita. Trilobita csalt ki nekem. De basszus, most hova megy? Így ti megy be valamit, basszus. Leleved, azt megfullad. Fantasztikus lesz. Úristen, hova elment? Megvárom, hogy kijön 95-ös. Nem hoztam békatalpat, hogy ússzak vele egy jót. Na, kiszedett megint. Egy halat, most megint eszik. Várjál, most jön kifelé. Most megint visszafordul. Próbálj meg magadra agróztatni, menj oda hozzá közel, hát ha megtámad. Gyere ki, úsz hozzad! Jó. Basszus, nem tudtam eltalálni. De egy próbát megért, várjál. Mi kéne nekem a izé, ez a bolához? Ó, megint. Ez, hogy megint. Megint visszament.
Próbáld meg kihúzni, az előbb is tök jó ki tudtad húzni. Jézusom. Amúgy nem kell fel... Basszus, rálövök egyből, nem kell itt szórakozni, szerintem instant elalszik. Hozzad, hozzad, hozzad. Agrózgat, nem? Nem, csak... Ő üt meg, nem? Aha. De mondjuk, hogy te megütnéd, valószínűleg szívinfarktus. Gyere, gyere, kintebb, gyere, kintebb! Basszus, eltaláltam pedig. Próbáld meg előni? Aha. Basszus kulcs. Aludj el, aludj el, aludj el! Megvan, megvan, megvan! Lelőttük, szép. Ankáns, hát ez érdekes volt. És most jön az a gond, hogy ugye... Vigyázz rá, hozok Prime-ot, mert ugye az előző ellopta. Jaj. Oké. Okay. Mindjárt jövök, ha elviszem a madaradat, addig... szórakoztasd magad. Nem tudom, itt hol van a legközelebb folyó. Lazacot kell találnom. Where is the Salamon? Csak ilyen láp van, vagy nem is tudom. Biztos, hogy nem lesz majd itt, hogy kérjünk a folyóhoz. Hát ott a folyónál biztos. Itt biztos, itt biztos találok, most értem be. Jó. Ott van. Itt van egy, és ott lesz hátul még egy. Kérdés, hogy megint jön-e a csorda. Van ám kettő. Addig legalább éhezik. Ups, ups, ez jó nagy. Ezt kéne kifogni horgászbottal. Na 25, na ennyi elég lesz. Jó, ilyen utána egy raptor. Ne akarlak ijászni, nem kell ezt nekünk. Hú, basszus, ez még mindig él. Miért vagy ilyen lassú, te raptor? Szomorú az élet. Megyek, megyek visszafelé. Akkor próbáljuk, most jól be tudjuk tímelni. A környéken láttam pár trilógit, tehát szétüthetnénk őket, áthadnak fekete gyöngyöt. Az is szokott néha droppolni. Igen, itt vannak. Már mindjárt megyek, azt vadászunk legalább egy picit. Itt vagy te, és itt is van a madár is itt, aha. Aha. Oké. Okay. Na ez jó lesz. Viszont még neked is kéne egyet fogni, nem? 12%-24. A is szarok meg itt van. Az egyik. Ó, hello Trilobita. Ja, megölted? Bőve. Akkor szedd szét. Vagy szétszedjem én. Nálam izé. Másik meg még ott van a sziklánál megdöglött. Az is. Ja, igen. Itt van egy 10-es. Ahol én állok, itt is van egy döglött. Amúgy srácok, hogyha például ezen a parton születtek le, amikor elkezdetek játszani, úgy nem tudtok szerezni könnyen, most egy fekete gyöngyöt adott. Gyöngyöt, trilobitából, illetve, ez nem támad meg se, szóval nem kell nagyon félni. Ez az olajat, tehát hogy nem kell leúszni a tenger mélyére, hanem ez is ad olajat. Húzza meg, nem pelagornész, hallod? Hihetetlen, ez bola, ez valami borzasztó. Tudok, hogyha téged elküldök vele találni, hát téged sem. Na mindegy. Szóval kéne még ilyen madár, azt mondod. Jó, ha van. Jó, ha van. Ja. Jó, a 36%-nál jár a teamingje, ez meg lesz ezek. És ez choicey. Gyorsan körbenézek itt a környéken, hogy láttuk-e még, jó? Jó. Aztán, igazság szerint bármilyen jó lenne, csak legyen, nem? Aha, jó az. Itt van egy, de szerintem ugyanaz az 50-es lesz. Azt szerintem is. Aha, na figyelj, én ezt kicsalogatom. Jön ez utánam, gyere csak. Jó, ki lehet csalogatni a partra, hogyha ezt tudtuk volna az elején. Így azért ez sokkal egyszerűbb. Cica megtámadott, egy 45-ös cicus. Meg egy dodó. Van még valaki? Van még valaki? Ez offos, meghaltak. Úristen, 97%. Azt állott, már nem bírta volna beadni. Ennyi.
Ez ilyen. Várj, rá kell repülnöm, mert a víztől 2 méterre még úgy döntött, hogy repül egy kört. Szia, gyere! Most hol van? Ne itt repked. Wow. Leszállt! Szállj le! Enok örülne neked. Lebolásztalak! Yeah! Megvan. Leboláztam, csak úgy repül a víz fölött még. Hé, hova megy? Gyere ide! Szóval Felkelt, azt már egyből ment halász. Igen. Ez meg valami nagyon extrém pozícióba itt kifeküdt, hallod? Hát ilyet még nem lehet. Hogy ezt lefotózom. Állj már. Van nem fényképezője. Ah. A Pelag Morris. Jaj, ne! Úristen, mekkora ez a vállamon? Ne! Te esett. Az oxigénje fogy? Igen! Ez fel fog, vagy el fog aludni. Vagy mi az? Nem fog felkelni, úgyhogy... Szóval gyorsan felkeltem. Én. Jó? Le akartam fotózni, hát nem sikerült. Felkeltem, basszus, mert meg fog fulladni. Jó. Gyerünk, Steamber, itt kell farbolni nagyon durván. 2 cica üti vadászt. Ne már cicák, fejezzétek már most, ez miért jó, meg akartok halni? Most kajak kellett? Elvesztetted a pasidat. Egyet pont ez volt a fiú, tök mindegy fordítva. Hol van? Ne, még egy cica! Itt sosem lesz meg az a dög. Végre érted, végre lebolázom. Ott van. Ne! Most fog elfogyni! Nem! Az oxigénje! Enok! Meghal! Gyerünk! Gyerünk torpor előzd be! Gyerünk torporcsik! Te vagy a gyorsabb! Nem meghalt. Ez meghalt. Megdöglött. A halálok a fulladás és halál. A vízben vesztette életét, szép élete volt. Mindegy, hozzá azt a dögöt és akkor majd később fogunk neked, mert ez így vicc. Enok, te hol vagy? Bementél a izé alá? Én csak azt hiszem, hogy csak a madarat látom. Hát itt a madarat! Van ide. No hunting, oké. Okay. Na nézzük, adunk neki egy kis... ennyi HP-je van, ez tök jó. A V-tjére teszek. Movement speedet kap még ez a kis dög, és viszem magammal. Ű, de nagy! Hallod? Ja. Tök nagy. Hát mint egy pelikán, egy kicsi pelikán. Kicsi a francokat, kicsi, hát ez tök nagy, hát nagyobb, mint a feje. Sokkal. Na azt akarom megnézni, hogy elméletileg a vidrát lehet mézzel csalogatni. Egy darab mézünk van, úgyhogy gyorsan kell cselekedni. Jaj, megesznek a méhek! Elloptam a mézüket. Meddig áll ezzel? Ez kemény 20 percig, úgyhogy jó lenne, ha 20 perc alatt találnánk egy vidrát. Úgyhogy menj fel az egyik szárnyas madárhoz, és kezdjük el keresni. De az baj, a Redwoodban meg nagy a talajnövényzet, tehát nem lesz olyan egyszerűen meglelni egy ilyet. Aha, még a víz is elég izé. Alig látok. Jaj. Mindegy, én kicsit föntebb keresem a Redwoodban. Nem is feltétlenül a víz környékén. Akkor hát, ha itt kiszúrok egyet. Basszus, egy tilakuleó lekapott. Hát ez hihetetlen. Lezeg a kontroller, bazd meg. Lekapott egy tilakuleó, meg fog ölni, bazd meg. Ez hanyas? 15-ös? Ez ilyen erős? Ez komoly? Én nem tudom, mikor kapott, vagy történt valamit. Jaj, úristen! Ha ott nagyon megsérültem. Ez lehet. Ez de undorító volt. Nem láttam semmit. Van itt egy piros drop, azt megnézem gyorsan. És akkor utána itt keresem tovább a Redwoodban. Nem is piros, bocsánat, ez sárga. Sárga és van körülötte olyan kör, tudod. Na most nincsen ruhám, meg fázok is. Ez az. Remsekű, simple pistol és kék színű páncél volt benne, fantasztikus.
Na, már megérte. Igen. Tök jó, itt vagyok lent délen, és itt repkedek ezek között a sziklák között. Annak reményem, hogy lesz-e itt egy, de hát... Mókás, nem tudom, vágod, de van ez az ó alakú cucc, és itt a sziklák között, alatt, fölött lehet repdesni. Nagyon effektíven keresek. Ottert. Ott van valami pici. Na, biztos egy dodó. És egy dodó! Oda nézzenek, itt egy dodó, hanyas vagy? Ötös. Életem no. Dodója. Ó, de ez csak ott, csepp van. Ott nézd meg ott a parton. Nem tudom, itt esetleg van-e valahol. Ez micsoda? Itt egy! Nézd, itt egy! Itt egy! Itt egy! Hú! A dodó hozta meg a szerencsét. Biztos vagyok benne, hogy a dodó. Jó, volt. Ez ilyen csepp. Milyen pici. Na, figyelj, meg tudjuk fogni valahogy? Menj már innen. Öld meg! Halljon a Pelagdorisz, hát annyi van itt a környéken. Pelagdorisz, spannol, otter meg egyet találtunk. 50-es! Milyen pici, de cuki! Na ezt mindjárt mutatjuk, srácok. Itt van nálam a madár amúgy? A hátamon van, ugye? Igen, ott van. Jó, gyorsan leteszek egy ilyen viskót neki. Elkapod a madárra? Várjál, drága. Ja. Oda kell dobni majd a... Igen, igen, ja. Igen. Hozz ide madárral, és tehát rakjuk be, hogy ne menjen majd el. Csak szalma kuckót kap, sajnos ez ilyen... erre van most pénz. Fel tudtad kapni? Már dobod be. Yeah. Elszökik! Baszus, itt hihetett. Ne! Elszökött! Kijött! De cuki! Kapd el! Kapd el! Jó. Hol vannak ezek a buzimadarak? Mi szállít le folyamatosan? Hát kezd már el lelövöldözni azokat a madarakat. Vagy majd, várjál majd, hogyha elkezdjük etetni. Na várjál, úgy van. A madaradat vidd oda az enyémhez. Vigyük odébb a madarakat? Mert ezeket nekem ezt fütyülgetni kell majd a... Azt hiszem úgy működik ez a cucc. Hozz ide, így. Jézusom, menjünk vissza. Meg kell nézni, hogy van-e hal a vízbe. Valószínűleg lesz hal a vízben. Nagyon remélem, hogy lesz. Nekem nincs páncélom se, közben itt el lerágták rólam. Fogom, és... Nem az, hogy nem döglött meg. Igen, igen, ezt a hunt-ent ezt kell, és most... Várj, mert most ezért van állítva. Mire? Na, sima hunt. Én most kikapcsoltad? Na, szinte mind a kettő rámet pont ezére. Ja. Állj meg. Ó, legalább egyet. Állj meg! Figyelj a vidrára, mert nekem, hogyha despanol, akkor szívinfarktust kapok. Még a... Van még? Várj, még a méz az meddig jó? Jó, röpke 18 perc keresés volt. Amúgy annyi az egész, amúgy amiért a mézet hoztam, amúgy használtunk volna a mézet is. Hát, ha elméletek, kidobom a vidrának a mézet. Nem így. Hogy dobom ki a mézet akkor úgy, hogy nem eszem meg? Nem tudom. Nem a nullásra kell berakni, és akkor csak úgy követ. Nem, nem, valahogy ki lehet dobni ugye a mézet, mint méz. Most jól megmondtam, mi? Hát, nem tudom. Mindegy, valahogy ki lehet dobni a mézet úgy, hogy megegye. Azt nem tudom, hogy hogyan. Láttam, vagy olvastam már, nem se tudja. Valamelyik nap, hogy ezt így lehet csinálni. Lényegtelen. Fogjunk halat. Hol az a dög? Pelagnuri? Vagy nem, Ichi... Tudtam... Hú... Át kell nevezni ezt a halat, mert nem tudom kiejteni a nevét. Ezért nevezünk át csak állatokat, srácok. Nem azért, mert mokásabb. Jó, na, itt, minden elment. Itt nincs hal. Bemegyünk itt a belső öbölbe. Jön utánam, ugye? Na, jön. Itt egy dodó. Ezt hoz ki nekem? Jó, fogott egyet. Hozd ide! Hozod ide! Add ide a papának. Az a papája halacska, bizony. Adjad. Nagyon ügyes vagy. 1,2-es hal ez. Hallod mekkora? Hozom a halat, Enu. Hagyjad be mekkora. Ez mi ez a... Koi vagy valami ilyesmi, nem? Vagy az angol a... Izé. Koel, ja. Ja, akkor jól emlékeztem, hogy amit szés. Aztán olyan sok ilyen halat
szoktam az árkba vadászni, éjjel-nappal lesz vadászom. Azért tudom, milyen jól a nevét. Csuk be, csuk be, csuk be. Nem lesz meg egytől szerintem, de ha igen, akkor örülünk. De most az a baj, hogy a halat látom, itt a szeme a... belelúg a szeme a pofámba. Na. Az a baj, hogy a halat azt látom, viszont a vidrára nem igazán tudok. Így jó. Meg is van! Ez az! Mi legyen a neve? Cuk... Igen? Nem tudom. Mondj valami cuki nevet. Enok. Jó, jó poém volt, jó, ez ér egy jó, jó poém volt. Na, de mi legyen a neve? A mi aranyos nevet mondjál. Aranyos név? Igen. Nézzél, várjál, nézzél a neten, keresnek konkrétan arra, hogy ott, nem arra, hogy ott ternevek, hanem hogy... Hagyjad, nézd már! Figyeled, hogy van a nyakamban? Az figyeld. De über cuki. Oh. Figyeld. Az figyeld. Nagyon édes. Hát ez eszfőtő király. Na, néha nézzük. Beírom azt, hogy cuki vidra nevek. Igen, ezt itt, ez googliz rá. Addig induljunk el haza. Hozott-e a madarat? Azt a kis dögöt? Aha, majd viszem. Nem tudom, hogy hol. Rajta van a válladon? Hol van a másik madár? Azt szerintem még ott maradt a idő. Ja, itt van. Majd hozzad már, légy szíves. Ne adjuk itt. Kéne. Kél otthonra egy ilyen pelikánszerű valami. Na, találtál már valamit? Hát... A izé vidra nevekre nem. Akkor legyen hörcsög, vagy nem tudom, ugyanazok. Adok neki, hallod, 120 élete van, adok neki egy kis HP-t. Megdögöljön nekem. Olyan cuki? Na jó, most jött, eljött a pillanat, gyerekek. Nem bírom tovább. Csak el kéne találni. Ez az igazság. Olyan aimon van. De most belerepült a vidja? Ez most mi? Hát hihetetlen. Feltepúztam a vegeret megint lövés előtt. Semmi név nincsen, hát... Megint elfordult. Mit csinálom a... Hörcsög nevek, na az biztos jó. Az jó lesz, én addig itt lövöldözöm a palikánokat, amit most tényleg nem tudok eltalálni, mert olyan noob vagyok, hogy ihajom meg a csuhalja. Eltaláltam. Meglőttem a seggét, belőttem 220-at, nice. Jó, leszettük. Csak-csak gyakorolni kell, rég árkoztam ennyi. Ez a kifogásom. Ne, nem bírom ellőni! Mindegy, menjünk, mert megszégyenítem magam itt a lövöldözések közben, majd kitalálunk valami nevet, vagy a nézők is kitalálhatnak valamit, úristen, abból mi lesz? Csak menjünk, mert itt megszégyenítem magam, úgy lövök. Hát semmi értelmes nem volt. Idehozom neked a madarat, te meg menj el a madarathoz. Igazság szerint tudom hozni izével. Nem tudom hozni Argentár vissza. Nem tudom Argentár vissza felkapni, akkor hazudtam, nem. Mi az Isten? Mit loptál el, mi? Jött egy másik olyan, azt ellopott tőlem valami. Menjetek már innen. Elvették az Amberimet. Vagy az Amarberimet. Te fattyú. Aha. Nem bírom előni, nézd meg. Új, nem halt meg a hód! Aha. Menjünk, mert meghal a vidra. Nálad van? Nálam a madár van. De felvetted a... Ja, de felvetted a... Mármint a nyakadra, jó. Aha, itt. Na, akkor menjünk. A lényeg, hogy megbeszéltük. Igen. Nem, csak nem tudtam írni, hogy most a madár, az a madarad, amivel repülsz, vagy milyen madár. Tök cuki. Nagyon édes. Benyomtam a makrót. Pont nem látszik belőle semmi, mert... Merre mész? Hazafelé. Hát az... Ja. Jó lesz az. De erre felé is hazatalálunk egyszer biztosan. Kicsit jobban a Redwood felé kéne menni, azt mondod? Hát kicsit be a vízi városomhoz nézd. Ez lehet. A zöld árk és a Redwood között köbben.
Úgy töltsenek be a textúrák, mert túl sokat utaztunk most. Mostában olyan lassan töltenek be a dolgok néha. Na várjál! Csak belépésnek. Azt kell megnézni, hogy milyen... Oké, itt ilyen skinek vannak. Ja, meg kéne javítani a szettemet, mert szétvert az a tilakoleó, ami leugrott a fáról rám a Redwoodban. Nem, nagyon mesés volt. Gyorsan megjavul. Találtam amúgy jó itt még blueprinteket ruhához, ilyen takhoz. Az mondjuk nem rossz. Most ezt a kettőt találtam az előbb, mondjuk a páncél nem tudom, ide jöheted el, nem érdekel, berakom oda. Illetve... Most van minden az inventorimban. Mit akartam itt fent? Ja, skinek, melyik a skines ládánk? Ezek. Van egy Mikulás sapi. Bohóc skin, bár az kétlem, hogy rámegy a vidrára. Ez a farkas fej nem jó, vagy miatt? Azt is kipróbáljuk. Megnézzük rajta az összeset. Ez kell, ezt ad ide. Én Mikulás sapit veszek magamra, azt tuti. De a vidrára is azt kéne adni, és az tök király lenne. Most úgy hordom a szettemet amúgy, na király, hogyha magamra venném fel, sokkal effektívebb lenne. Úgy hordom a szettemet, hogy viszont a kezesem az egy kitink kezes. Ami igazság szerint majdnem olyan, mint egy flak, mert erősségre majdnem ugyanott van. Ezt nem bírom megjavítani, ez most really? De ripér, csak ezt nem lehet úgy. Jó. Erősségre majdnem ugyanott van, mert lila színű. Ja. Tök, a kitink hát, sokkal jó. Jobban néz ki a kézen szerintem. Már most ledobom egy picit. Jaj, de pici! Olyan pici! Ezeket lehet szaporítani? Lehet ezeket szaporítani! Csak hát hogy hova rakod be ezt, hogy... Ezt hallottad? Csinál? Adjál neki szintet? Egy kis HP-t adjál neki, vagy kettőt. Ez, de tényleg, bejött az update. Rengeteg tech-téres cucc jött, meg jött a Phoenix madár, ami nagyon király, és azt is fogom majd tímelni, amint lesz róla hivatalos információ, hogy kell. Azt tudom, hogy lehet megtalálni, stb. Tehát már sok mindent olvastam róla, mindegy. Most hagyjuk. Mindenkinek az első az volt, hogy nézd már vidra! Mert amúgy a vidrát el lehet küldeni halászni, vagy nem is tudom, valamit lehet vele csinálni. Ez eszméletlen cuki. De nem nagyon aranyos. Most mondd, hogy nem aranyos. De. De ez nagyon király. Na várjál. Majd a fényképezőgép. Itt van nálam, azt odaadom. Elkezdett esni az eső, nem baj, mert bennem esik. Hála Istennek. Hát szerintem ezzel lesz a legcukibb amúgy. Nézd, de aranyos! De nagyon cuki, hát most mondd, hogy nem aranyos. Jaj, de cuki vagy! Hallod, egyelek meg. Hát, végem van. A cukiság mérő itt ki a... Üha! Ez nagyon... Ez nem jó, ez nem tetszik, ez nem... Ez farkasos, ez nem tetszik. Most mit fotóztál le? Ezt nézd meg, hol vagy? Enok? Úristen. A beteg vidra. Adok neki ilyen kalapot, ilyen varázsló kalapot, csak nem tudom, hogy hova tettem az enyém. Beleraktam az inventoriába, de nincs ott. Ez rajtam van, nem? De. Úgy nézek ki, mint a farkas amúgy. Hát rárakadtam volna simán. De ez még egész cuki. De valljuk be a Mikulás sapi visz mindent. Az mindent is. Sőt, izét Mikulás sapit teszek rá, és rendes flak fejest, mert az többet véd neki. Na, nem tette rá laggulunk? Ne! Ugye rajta lesz. Na, magához tért, ott egy kis egy pillanati történet. Ez a legcukibb, de most mondd, ne fessük le valamilyen színűre a sapit? Vagy jó, ez így simán. Olyan színűre kéne, mint maga a vidra, nem? Vagy akkor meg viszont nem, akkor nem különösebben feltűnő. Na figyelj, itt néha hol esik, hol nem. Ez über cuki. Hát ez eszmélete cuki. Pofán fotózol minket? Megteszed? Várjál. Így szemből, ja. Jó. Szóval, hogy a fejed az meg... Oh, így. Tökéletes kész. Na, fesd le! Szerintem van hozzá mindenféle festékünk. Nem, a magadhoz is vetted? Ja, pink és sky. Pink és micsoda? Ja, itt van ebben. Sky. Itt van Sky Coloring a egyel odébb.
Itt az építőelementben. Mert volt, hogy többet csináltam, és akkor ott csak odafért be. Jaha. Hiber cuki a vidra. Ez a vidra. Ezért nem fotóztuk le a madarat, az hol van? Melyik madarat? Feldobtad? Azt meg lefotózom majd én a nyakadban. Készül a vidrás kép. Ez már most jól néz ki. Csak lehetnék vidám színekben, a flakkarorom lehetne van vidám színekre festve. De mondjuk igen. Mint tudom, a fekete. De lényegtelen. Az most nem akadunk fent. Ez most nagyon sötét. Igen, azok a vonalak majd el fognak belőle tűnni, ugye ezek azért vannak ott, mert az Enok csinálja a képet. Hát ez, kész. Az a vonal el fog tűnni, de nagyon király lett a kép szerintem. Kicsit sötét, de jó ez lát. Teljesen, hát figyelj, az árkos képekhez képest ez teljesen. Most mit festesz? Yeah. Ez micsoda? Ez mi? Ez gyönyörű fotó. Majd mindjárt kiderül az. Art pofán fotó? Ez selfie vagy? Ez most micsoda? Ez aha, egy pingvin? Selfie-de. A pingvin? Ennyi gyerekek, Enok művészkedik. Na jó néz ki. Tökéletes lett. Fantasztikus. Szóval ez a pingvin tolta ezt a selfie-t. Aha. Aha. Frankó lett. Nagyon király. Ott egy random pingvin ott a jobb alsó zsarokban. Na figyelj csak. Ja, kidobom a tudtokat. Kidobom vidrát, és... Ja, nem kell, akkor ne dob ki, csak fotózz le szépen. Aha. Ja. Akkor ezen nem leszek én is rajta. Ide dobom a... hogy itt legyen a háttérvilágítása. Vagy legyen ez ilyen együtt a vidrával történet, hogy ők így összetartoznak. Az a baj, hogy a... Hát... Várjál, megpróbálom úgy dobni, hogy jó legyen. Ez egyre jobb lesz. Figyelj, várjál. Csináljuk úgy, hogy ezt ide dobjuk. És még mindig egyszerűbb a vidrát oda followolni. Ja, igen, aha. Mondjuk pont fordítva kéne, hogy a fény, de nem. De tök mindegy, jó az így, nem? Hogy, ja. Közel van. Ú, de cuki néz! Látod, hogy nézett rám? Hát nagyon aranyos. Így? Igen, úgy. Várjál, hogy kell nekem eltüntetni. Kicsit a backspace-szel, de az igazság szerint nem látszódik úgyse. Ja, tényleg. Jó van akkor. Így? Merjál. Indulj már rá. Jaj, ne! Te tízére, akkor lovettél azt. Igen, az kéne, de lusta vagyok hozzá. Így jó, nem? Akkor így a vidra felől fotóz le, úgyhogy rád nézzen, én odébb is megyek. De follow voltam. Apa, ez nem lett jó, mert na, én lecsinálok még egy. Várj, mit csinál, hogyha adok neki egy szintet? Lemegy egy szinten lentem. Kicsit bugos az a dög. Csinálj egy jót, amire úgy véled, hogy jó lesz. Egy. Elég furán fogod azt a fényképezőgépet, de... Tökéletes. Én bízok benne, hogy mesteri fotó lesz. Ide mehet egyből fölé. Én meg addig szerintem, hogy ez is meglegyen. Ezt be kéne röffenteni. Hozok egy kis gázolajat, gazsulinét. És... csinálok kábelt, illetve kéne elosztó, ez fa kéne, van nálam szerintem egy kis fa. Ja, jó lett. Jó lett, vagy nem lett olyan jó? Jó lett. Ez nem volt túl biztató ez a hát. Ja, azt hiszem először, hogy itt full sötét lesz meg minden, de... hát látszódik azért. Úristen, mi van ebbe a sarokba? Jó, de még kell egy pár. Oké, közben besötétedett, úgyhogy nagyon örülünk neki. A sarokba akarok tenni a lámpát amúgy, hogyha valaki nem értené, mit csinálok most. Csak ahhoz kell ide vezetni egy kis üzét. Ha valakit megint érdekel, hogy én miért tudom így helyezgetni a dolgokat, Structures plusz mod van betéve, azt hiszem. És az teszi ezt lehetővé. Ha. Tovább.
Hát az nagyon király lett az a kép, hallott? Hát az nagyon, nagyon cuki lett. Az nagyon Na, tetszik így jobb. ott. Lámpával. Aha. Abba is van nekem egy csík, de az annyira nem feltűnő. Az is nagyon jó lett az a kép, és ott van rajta a madár is. Most nem a madár volt a lényeg, mint azt tudjátok, srácok, hanem a vidra, de a madár valamilyen szinten vele jár, mert én úgy tudom, hogy így a legjobb fogni, aztán leírhatjátok, hogyha lehet sima, megölöm a halat és ott. Ja nem, mert ez, ugye az a hal, amit kifog, ugye, az még él, vagy az már mondjuk halott? Azt már halott. Na mindegy, ez a, Értem. én úgy tudom, hogy ez a legeffektívebb, én ezt olvastam róla. Aztán nyugodtan próbálgassátok, hogyha van más tippetek, vagy ilyen, most nem, tudjátok pontosan, hogy lehet esetleg madár nélkül csinálni, azt is nyugodtan leírjátok. Szerintem egy effektív. Szerezzetek vidrát. Azt nem mondom, hogy könnyű megtalálni, azért mi is egy jó darabig kerestük. Még mondjuk így is viszonylag hamar találtunk, van amikor tovább tartod, amit festesz. Még a vidre is tolt egy selfie-t. Hát ez hihetetlen. Na még ezt megnézzük. Enok nem bír magával a gyerekek. Így nagyon hamar vége lesz a sorozatnak, hogyha mindent befestesz. Nem, amúgy nem féljetek ettől. Übercuki az a vidra. Egyszerűen nem bírok vele betelni, ez tényleg nagyon király. Lehet amúgy használni a vidrát ilyen tojás lopásra, meg gyöngyszerzésre, meg fekete gyöngyöt is tud szerezni. De őszinte leszek, féltem, úgyhogy én most ezt nem fogom kipróbálni. Egész jó lett. Csak látszódik az alja is, ugye egy selfie-ben nem látszódik a lábad. Hát akkor... egy jó ez így. Ó, micsoda izé, sarok van ott. A pingvin, meg a vidra, meg a madárka. Igazság szerint gondolom beküldöm, aztán ő csinálja a kis dolgait. Jó van, srácok, mindegy. Enok, gyere meg, légy szíve, gyere be, várjál. Állj Ugye? mögém és vedd a nyakadba ezt a dögöt. És van egy csík a hátán, de tök jó. Kíváncsi lennék, milyen színekben van még vidra. Majd ha találunk többet, párosztathatjuk őket, csak több pici. Mit? Ja? Vedd a kezedbe, az gyere ide. Úgy, ott jó is leszel. Jézusom. Itt jó is vagy. Na srácok, egyelet hol ez a videó. Ezt a két új szerzeményt szereztük ma. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és hogyha még nem tettétek meg, és szeretnétek, akkor iratkozzatok fel. Találkozunk hamarosan, én Stark voltam, itt volt velem Enok. Sziasztok! És az új kis vidrák, akinek keressük a nevét. Továbbra is. Cuki neveket akarunk, a cuki az nem név. Úgyhogy... csak közlem. Ennyi lett volna, srácok! Jók legyetek! Sziasztok!